Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen a Maja kalendárium június 24-én. Ez egy ős régi naptár, egy nagyon precíz naptár. Ebben a naptárban vannak hullámok vagy rezgések, összesen 20 hullám. Egy hullám mindig 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. A mai nap, tehát június 24-e a negyedik hullámban található, és ez a negyedik hullám Ahau hatása alatt áll. Ahau lefordítva napot jelent, vagy az őseinket. Itt ebben az időszakban Ahau hatása alatt valamit tisztán látunk, vagy az igazság kiderül, de mivel ez összeáll az őseinkkel is, jönnek az emlékek. A mai nap a harmadik nap ebben a hullámban. A hármas számnak is van egy jelentősége. Mégpedig azt jelenti, hogy ha kötünk egy szerződést, akkor előre haladnak az események. Vagy ha kapcsolataink vannak, ebből kialakul valami új irány. Vagy közösen terveztek valamit. Ez lehet család alapítás is. Az apa, anya és a gyermek. Viszont ez a hármas szám jelenti azt is, hogy valaki befolyásolja az eseményeket. A mai nap, tehát június 24-e ik hatása alatt áll. Ik lefordítva magyarra annyit jelent, hogy szellő vagy szél. És ez a levegő elemére utal, a könnyűségekre, de arra is, hogy most vannak jó ötleteink, amit későbbiekben meg tudunk valósítani. A levegő eleme utal a beszélgetésekre, a kommunikációra is. Előfordulhat, hogy ma jön egy fontos hír. Ami még történhet ik hatása alatt, hogy most minden előre mozog, és ez nem a nehézségekre utal, hanem a könnyűségekre, hogy könnyebben vesszük kezünkbe a dolgokat. És ami még nagyon fontos ik hatása alatt, hogy legyenek elképzeléseink. Vagy feltegyük a kérdést, hogyan tovább, de ezt a kérdést meg kell, hogy válaszoljuk. Tehát kell, hogy fogalmunk legyen arról, hogy mit tegyünk, vagy mi következik, vagy mit szeretnénk elérni. És ez volt a bepillantás a Maja naptárba. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!